Moldáv Dávid a PMFC Matthias bal hátvédje. Utolsó előtti fordulóra készülünk Miskolcon a Diós Győr ellen. Mit gondolsz, melyik csapat lesz motiváltabb a két kupadöntő közötti bajnoki, nem Diós Győr, vagy pedig a ötödik helyre hajtó, vagy ötödik helyért küzdő Pécs? Hát remélem, hogy mi. Felem aztán lehet motivált a Miskolc is, hogy áramozzuk a három pontot, akkor ebben ez a kérdés igazából lényegtelen, de azt gondolom, hogy bevehető Miskolc is. Milyen Diós Győrre számítasz, kupa győzelem utáni ünnepléstől megfáradt, vagy azért még tűzben tartott csapatra? Biztos ebben, hogy tűzben tartott csapat. Adhat nekik pluszt az, hogy megnyerték a Lia kupát, focizhatnak akkor önbizalommal, hogy végül is bármi elsülhet, persze nekik, de hát itt vagyunk, mi megyünk, úgyhogy nekünk is egy három győztes mérkőzés után vagyunk. Ugyanúgy mi is motiváltak leszünk, és hát természetesen az a csapat fog nyerni, amelyik egyetebbet fog rúgni. Ilyenkor mennyire a helyezésben gondolkodik a csapat, illetve a játékos, hiszen gyakorlatilag az, hogy ötödik vagy hatodik a csapat, az majd 5 év múlva az unokák, vagy 15 év múlva az unokáknak egy szép mondat lesz, hogy mi voltunk ötödikek is az NBA-be, de igazából most talán az a fontosabb, hogy mi lesz a következő évben az egyéni karrier. Igen, hát most ötödik helyen nem adnak érmet, úgyhogy igazából nem tudom büszkékedni az unokák ezzel, de mondom, ez egy személyes motiváció kell legyen mindenkinek, aki nem motivált egy-egy mérkőzésen, azt szerintem tényleg menjen, aztán sakkozzon, vagy csinál, amit akar. Én azt gondolom, hogy ez a következő mérkőzés. Nyilvánvalóan például az is, mert nagyobb csapat a Miskolc, úgymond. Ezek a csapatok ellen sokkal jobban, sokkal értékesebb egy három pont. Aztán utána jön a haladás. Őket is itthon szeretnénk megverni, meg is fogjuk, kiszolgálni a közönséget szintén. Egy jó játék, a gyermekes játékkal, utána meg majd telnek az idők, és akkor minden rendeződni fog, remélem.